Sziasztok, sziasztok! Nevem Gábor Lázs is itt a ZTE-től látjátok az Axon 7 Minit, amit nemrég bemutattam nektek egy kicsomagoló videóban, és azért mutatom be most nektek még egyszer, mert tényleg a bátyámnak vettem, vagy szereztem ezt a készüléket, mert nem túl drága pénzért, jelenleg Magyarországon 80 ezer forintért még lehet kapni, de már szerintem használtan simán egy 50-60 ezerért is kapható lehet, én egy 50 ezerért meg tudtam ezt már most szerencsére szerezni. Egy nagyon jó kis telefon, amin sajnos még nincs rajta a legújabb Android, de szerintem meg fogja még kapni. Nem, hogyha hallgatok a ZTE-re, mert hogy a nagyobb bátyja is itt hátul látjátok a háttérben, egy kis fóliával rajta, az Axon 7-et, az is igazából már kapható, vagy azon már van Android 7.0 is, tuti erre is majd ki fog kerülni. Hogy látjátok, egy különleges felület van itt rajta méghozzá, a ZTE-nek van egy önmaga felülete, amit szeretnek ők customizolni, tehát mint a kínaiak mindig a Mi Favor UI 4.0-val dolgoznak, ami azt jelenti, hogy egy kicsit máshogy néznek ki itt a menük, hogyha rámegyek például a beállításokra, akkor látjuk majd, hogy van egy olyan, hogy sokszor használt applikációk, vagyis beállítások, meg mindegy beállítás, ezt persze simán át tudjuk állítani magyarra, és hogyha rámegyek a Language and Inputra, nyelvre, és itt kiválasztom azt, hogy magyar, nagyon sok nyelv van itt benne, ahogy látjátok, még sokkal hosszabb a sor, persze az ilyen ázsiai nyelvekben nem feltétlenül megyünk bele, maradunk a sima magyar szép nyelvnél, ahol most itt meg ki is mehetek, és ahogy látjátok, itt mindig el is tüntethetem amúgy az alsó menüt, hogyha zavar, és akkor itt is simán tudom használni, és hogyha véletlenül mégis kéne, akkor megint felhozom, és megint itt is van. Beállításokat is már is itt könnyen megtaláljuk, például a háttérképeket lehetne megváltoztatni, vannak itt persze ikonok is, hogy hogy nézenek ki, most egy ilyen ezüstös, de lehetne kicsit világosabb is, és lehet effektusokkal is váltani egyik oldalra a másik oldalra, például ezt kiválasztom, akkor látjátok, így váltana majd, de lehet persze így is, vagy akár így is, mint egy CD cover-es applikációnál, vagy a random, vagyis mindig más, vagy a sima, amit eddig is ismerünk, hogy menjünk egyik oldalról a másik oldalra, és annál is most maradunk, mert hogy minek több. Ahogy látjátok, van rajta egy pár játék, de amelyet belemegyünk a játékokban, mindig szeretem megmutatni azt, hogy AnTuTu-n mennyi pontot ért el, ami 47 ezer, ami nem is olyan rossz, egy Snapdragon 617-es processzornak az elég standard játék, a majdnem 50 ezer pont, ami 3D játékben oké, mindennapi felhasználatban a UX felületben is teljesen tűrhető, CPU meg RAM-ban is oké, 3 GB RAM-unk van amúgy benne, az első kamera az 8 megapixel, a hátsó meg 16. Ja, úgyhogy miért megyek bele a játékokba, ezt meg is mutatom nektek, hogy mit tud a készlék, persze ide lehet rakni bele kettő SIM-kártyát, vagy egy SIM-kártyát és egy microSD-t, aztán a tetején van egy felhatalmazó csatlakozó, ami eléggé jól néz ki ebben a nagyon szép fémházban, igen, az a teteje és az alja is fém, nem csak a közepe, mert hogy itt vannak szép ilyen antennacsíkok, hogy már tudjunk rendesen telefonálni. A kamera, hogy látjátok, egy kicsit kiállít, sajnos, de legalább az új lámpától nem áll ki. Ez nagyon jól itt bele van engedve itt a házba, és nem csak egy kis LED lámpánk van, hanem kettőnk is, mint hogy az iPhone-nál már is például évek óta kettő kis lámpánk van. Ugyanitt még egyszer egy ilyen csík, és ez az egyik legolcsóbb telefon, ami eddig a kezemben volt, és legidősebb is, mert októberben mutatták, vagyis szeptemberben mutatták be, és októberben már kapható volt, aminek van USB-C típusú dugója, és persze van mikrofon az aján is, hogy majd tudjunk telefonálni. Tehát láttátok ezt az oldalt, a más oldalt még persze talán egy kis bekapcs gombot, meg egy hangerőszabályozót. Sajnos a kis bekapcs gombot nem érezzük, hogy igazából hogy különböző más gomb lenne, mint a hangerőszabályozó, csak a magasságából tudjuk megsejteni. Látjuk az elejét, kettő hangszorónk van, itt majd szépen lehetne zenét hallgatni, itt a 8 megapixeles első kamerában nagyon szép selfie-ket lehet lőni, de először nézzük meg, hogy lehet rajta játszani. Indítsunk el egy Relic Runot, ahogy látjátok, már hogy az alján végig itt a kép ennyi ott van a gombokig, vagyis ott, ahol gombok is lennék általában, mert azon most el vannak tüntetve, hogyha felhúzom, akkor megint fel lehetne őket persze hozni és felhasználni. Nem tartó sokáig belemenni bármelyik játékban, mivel egy 3 GB RAM és egy gyors 32 GB-os belső tárhelyünk van, amiből 28-29 felhasználható is, arra, hogy pont ilyen játékokat, meg másokat töltsünk is le. Itt sajnos csak az Android 6.0-as verziónál, amit ahogy mondtam, hamarosan biztos update-elnek. Fussunk, ugráljunk, és látjátok, hogy most azt hitte, hogy akarom használni az Android gombokat, de nem akarom használni, úgyhogy megint eltüntetem. És persze, csak hogyha az aljáról kezdenénk ezt a húzogatást, akkor hinné azt, hogy ezt akarjuk csinálni, és nagyon szépen látjuk, hogy kicsit akadozva jelenleg még, de szóval nem csak betölti a RAM-ot, úgyhogy egy pár percig játszok, akkor majd kicsit gyorsabb lenne az egész. Így is nagyon jól néz ki ez a Lara Croftos
kis rallikrán játék, ami még egy lightosabb játék, de a háttérben itt most mindent be is zárok, indítsunk el egy Asphalt 8-at, amit installáltam, ami egy 1,3 GB-os játék, és lássuk, hogy azt mennyi idő alatt indítja csak el a készlék. Közben, ahogy látjátok, kicsit levegőt veszek, de amúgy még annyit mondhatok a készlékről, hogy egyenlőre nagyon pozitívan meglepett aksi idejében, majd mindjárt ezt is figyelhetjük, hogy mennyire volt feltöltve, és most még itt a játékban mennyit fogyaszt. 50%-os képernyővilágítása van amúgy a készléknek is. Néhányan néha talán meg is kérdezik azt is, hogy van-e benne olyan LED, ami mutatja nekünk, hogy majd tölt, vagy kaptunk üzenetet, vagy hasonlót. Igen, méghozzá úgy van elrejtve, hogy itt látjátok, hogy van persze olyan rész, hogy itt biztos már nincs hangszóró, de itt majd pislogni fog nektek, hogy tudjátok, hogy valaki ilyet nektek, vagy hívott valaki, vagy hasonló különböző színekben, de még sok másik funkció is be van építve szoftveresen a készlébe, amiket még részletesen mindjárt nektek bemutatom ebben a kicsit hosszabb kis tesztben. Itt már mennék kéne a zenének, hogy kicsit hangosabbra veszem most, hogy halljátok a multimedia zenét, meg a dual hangszórót itt, ami nagyon-nagyon jól hangzik, mert ebben Dolby hangszórók vannak. Látjátok, nagyon jól néz ki, ezt a játék nagyon szépen viszi. Csak sajnos nem leszik első, mert ennyi a falnak, és menjünk ki a játékból. Akinek ez még nem volt elég, egy shootert is bemutatok, aztán jöhet a kamera rövid bemutatója, meg még egy rövid összehasonló is itt az Axon 7-tel. Erről nem csak külön videót, gondoltam bemutatom nektek itt az egészet egyben, hogy persze mindent tudjátok más a készlik, hogy érdemes megvenni 50 és 80 ezer forint között, mert ilyen áron lehet jelenleg kapni, akár szürke, akár arany verzióban is, hogyha jól tudom. A dobozban, hogyha láthatok a csomagolót, elég sok minden van, még egy tokot is találunk hozzá, úgyhogy tényleg csak egy fóliát kell hozzávenni, hogyha féltitek a képernyő, de persze itt is gorilla üveg van az elején rajta, még hozzá gorilla üveg 3, ha jól tudom. Be kell adnom a koromat, talán még nem tudjátok, de 27 éves vagyok, úgyhogy legyen igaz, és férfi, és mehet is itt a következő oldalra. Jó, a sztorit azt kihagyjuk, az annyira nem fontos. Ha nem várjuk, hogy töltsön a készlék, és közben, amíg ez történik, megmutatom nektek, hogy van itt egy olyan, még hogy Axon 7 a háttérben, amire egy fóliát ragasztott az ismerős, aki, úgyhogy most csak fóliával együtt mutatom be, mert ugyanezek a színek lennének, és az a nagy előnye amúgy ennek a nagyobb készléknek, hogy itt az Android gombok persze kívül vannak, és a képernyő is egy kicsit nagyobb, az aksi is egy kicsit nagyobb benne persze, és ebben egy premium szintű processzor van, méghozzá egy Snapdragon 6717 helyett, ebben már egy 821-es is van, azt hiszem, nem is 20, hanem 21, ami Antutu-n egy nagyon-nagyon-nagyon magas pontszámot is elér, hogyha itt feloldjuk, 1, 2, 3, 4, vagy nem, újjal is fel lehet oldani persze mind a kettőt, ha engedi, inni, akkor látjátok majd mindjárt, mert úgyis még tölti itt, hogy ez akár több mint 100 ezer pontot is elér, és nem is kerül sokkal többe. 146 ezer, és az infóban látjuk, hogy 800-as Snapdragon van benne, ami előző évben volt a legjobb processzor. Na, skip tutorial, mehetünk is, futhatunk is, fussunk. Halljátok, hogy milyen jó hangjam, hogy ez egyik nagy előnye a készléknek, hogy tényleg a hangszórók nagyon jók, és az, hogy ilyen nagyok is, nem is tudjuk nagyon eltakarni őket, akár egy ilyen játéknál sem. Nagyon jól játszok, ahogy látjátok, mint mindig. Most csak arra figyeltem, hogy közel tartsam nektek, azért tudtam neki ennek a hülyeségnek. Még kicsit tovább megyek, aztán mehetünk mindjárt a kamera tesz-e. Na, megütött. Láttátok? Na, valamilyen liftel megyünk valahova. Hát, nem ki az űrbe, remélem.
elég jól megy ez itt most nekem. Úgyhogy menjünk ki, és folytassuk azzal, hogy mutassuk be nektek a készléket összehasonlóban tovább itt az Axon 7-tel, amiről még persze is fogtok ugyanúgy látni egy külön tesztet. Ugyanúgy 50%-os képennyű világításra felveszem, itt látjátok, hogy ez is kb. Ugyanott van. És megtudtam nektek ugyanazt a felvételt, vagyis nem egyikre a másra átmásoltam, hanem mind a kettővel ugyanúgy próbáltam ugyanazt lefotózni, méghozzá itt egy szilmot, mert mind a kettőben nagyon jó kis 16 megapixeles kamera van benne, és mind a kettőnek itt nagyon eredményes lett itt a kép. Persze messzebbről is lefotóztam ugyanazt a virágot, ahol majd szép nagyja rázumulunk, látjuk, hogy mennyi részletet lehet 16 megapixelre felvenni egy nagyon jó kis kamerával, és persze itt is ugyan erről lehet szó. Kis töltjük kicsit a képet, és akkor látjuk, hogy tényleg mind a kettő hasonló jó kamerával rendelkezik, nagy árkülönbséggel, de itt akár még azt is mondanám, hogy talán szebbek is a részletek, de hát egy kicsit más honnan vettem fel, ezt már inkább összehasonlóbb, kicsit közel megyünk a vízcseppekhez, mind a kettőn gyönyörűen lehet közeli felvételeket is készíteni. Tehát ennyi a rövid összehasonló a kettő készlék között, performanceben persze, játékban, meg méretben, meg aksiban ez jobb lesz, de a mini legalább csak fel annyiba kerül. Most már mindig játékon végigmentünk, de a kamerát még mindig nem mutattam be rendesen, tehát hogyha belemegyek a kamerába, hogy nagyon sok funkció van, méghozzá van videó, fénykép is kézi, a kéz azt jelenti, hogy manuálisan be tudunk állítani mindenféle dolgot rajta, ami nekem azért tetszik, itt el is mondja nektek, látjátok paraméter, meg mindenféle más dolgokat is be lehet állítani, tehát izót, hogy mennyire, hova akarom fókuszálni, meg ilyenek, de maradjunk a sima fénykép módusban, mert szerintem azt fogjátok főleg használni. Van itt is live funkció, mint az iPhone-nál, tehát mennyi minden van benne egy ilyen olcsó telefonban, azt el sem lehet hinni. HDR-t is tudunk, van persze lámpa is hátul, hogy tudjátok, de akár elől is, persze a képernyőt is tudjuk lámpaként használni, azt hiszem, szépítést nem csinálunk, csak sima selfie-t lövünk, akkor itt is van live funkció. Ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent, de szerintem felismer azt, hogy nevetünk majd, és nagyon sok bájtás lehetőség van itt is, 8 megapixel például lehet automata fényképezést, vízjelt, csak hátul lehet sajnos csinálni, és ami engem feltűnt, hogy itt lehet kiválasztani, hogy 60 vagy 50 Hz-el akarunk fotózni, ami azért fontos, mert most itt látható van fény a háttérben, ami nem természetes fény, hanem lámpafény, és a lámpafény Európában meg Amerikában más frekvenciával vibrál, és hogyha látok ilyen síkokat a képen, akár tévében, akár máshol is, akkor ez ezzel függ össze, de ezt automatikusan ki is tudja szűrni, mert felismeri a szoftver. Na, itt látjátok már, hogy milyen szép az első kamera, és nagyon szép a látószöge is. Ezt itt fenn persze ki lehetne kapcsolni, hogyha nem kéne nektek, meg videót full HD-ban fel tudunk venni, de hogyha hátsó kamerára megyünk, akkor átmegyünk itt videóra, és hogyha megnézzük ott is a beállításokat, akkor majd kiválasztjuk, hogy itt azt, hogy full HD, ugyanúgy, meg mindenféle más lehetőségek vannak itt. Azt hittem amúgy, hogy 4K-t tud, de az csak a baloldali gép, sajnos. Na mindegy. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó kis kamera, nagyon-nagyon jó kis készlék, nem túl drága, szerintem tűrhető áron van, és egy kettő összehasonló videót egy A5-2017-tel, meg egy Huawei P10 Lite-tal is meg tudtok nézni. Nem ezen a csatornán, az csak angolul videóztam le, mert szerintem úgy többen fogják megnézni, de ezt nyugodtan a leírásban megnézhetitek azokat is, hogy milyenek. Közben nézted még egyszer, nevem Gábor Lázs, remélem tetszett, mint mindig nektek ez a ZTE Axon 7 teszt, vagyis bemutató, és érdekel most már titeket is a készlék, hogyha többet akartok róla tudni, még a bátyámnál maradt, tehát még tudok majd külön videókat arról készíteni, hogyha vannak pontosabb szoftverkérdések, mert azért elég sok beállítási lehetőség van, főleg itt a beállításon, ahogy említettem, van sok extra funkció, hogyha nem ezzel foglalkozunk, hanem az összes beállításnál van itt olyan, hogy Mi Pop, az azt jelenti, hogy itt mindig van egy ilyen kis gomb, amit szeretnek az ázsiak nagyon használni, én azt nem nagyon szeretem, de vannak olyan dolgok, hogy kézmozdulat és más dolgok, tehát lehet olyat csinálni, hogyha megrázunk, akkor bekapcsol a zseblámpa. Ezt Motorola-tól lopták ezt az ötletet. Na, most nem működik, de általában be kéne kapcsolni a zseblámpa ilyenkor, meg sok más funkció is van, itt látjátok, hogy azt mondja, hogy próbáljam ki. És világít is. És megint ki is kapcsol. Tehát vannak ilyen funkciók, amik praktikusak lehetnek, ebből egy millió van itt a készlékben, ami most nem is akarom mindent bemutatni, de főleg itt ezeknek a kézmozdulatoknál és mozgásnál találunk rá, de nagyon-nagyon sok beállítási lehetőség van, mint például az Android gombokat fel meg lehet fordítani.
más irányba legyenek, hogyha inkább Samsunghoz vagyunk szokva, és így tovább. Tehát közben nézted, nem Gábor Lázs, legközelebbi, ne felejtsd el feliratkozni még egyszer itt a Tech videóra, és sziasztok!